664. nap. Tegnap sok új hír érkezett Kurakove irányából. Kurakove az orosz téli offenzívák öt fő irányának egyike. A frontvonal állása itt a következő kép néz ki. Az ukránok három erődítményre támaszkodnak, nevezetesen Krasnohorivka, Marinka és Vuledár a régió északi és déli részén, valamint kiterjedt mezőkre és erősségekre a mezőkön a régió keleti részén nomomihály Mihailivka az egyetlen település, amely a hatalmas mezők közepén helyezkedik el, ezért az ottani ukrán állások fő utánpótlási csomópontjaként szolgál. Amint arra korábban emlékezhettek, az előző évben és idén évelején az orosz erők megpróbáltak áthatolni az ukrán védelmen és délfelől elérni Kurakovét. Miután számos sikertelen offenzívát hajtottak végre több irányból, az orosz parancsnokok valószínűleg arra a következtetésre jutottak, hogy Vuledár túlságosan félelmetes akadály, így került figyelmük homlok terébe Novo Livka. Ha megnézzük a topográfiai térképet, a döntés okai gyorsan nyilvánvalóak lesznek. Amint az a térképen látható, délről támadva az oroszok a dombok mentén több ukrán védelmi vonalon kellene, hogy átverekedjék magukat. Keletről támadva viszont a Dombok mentén mozoghatnának, elkerülve a magasságkülönbségekből adódó nehézségeket. Ez az oka annak, hogy az elmúlt nyolc hónapban az oroszok lassan aknamentesítették a Novomihailivka környéki mezőket. Az orosz erők célja az volt, hogy fokozatosan megtisztítsák a mezőket és három oldalról támadják Novomihailivkát. A legnagyobb sikert az oroszok a településtől délre érték el. Ennek két oka van. Először is az orosz erők itt három településre támaszkodnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy mobilabbak legyenek, ami növeli a bevetések sikerességi arányát. Másodszor, az ukránoknak itt nem voltak komoly erősségeik a térség domborzati viszonyai miatt. Ezzel szemben, ha megnézzük a településtől éjszakra lévő helyzetet, láthatjuk, hogy az oroszok alig tudtak elfoglalni valamennyi területet a megerősített ukrán támaszpontok miatt. Az ukrán harcosok itt még mindig fel tudják tartóztatni az oroszokat, és nem engedik, hogy Novo bekerítsék. Annak ellenére, hogy a tervüknek csak a felét sikerült teljesíteni, és Novo nem sikerült teljesen bekeríteni, az oroszok úgy döntöttek, hogy megindítják a település ostromát. Az első orosz támadás kelet felől érkezett. Egy több harckocsiból és páncélozott harcjárműből álló oszlop haladt előre Slavne felől, és megpróbált ellenőrzést szerezni az utak kereszteződésében lévő lövészárok rendszer felett. Orosz források azt állították, hogy a támadás sikeres volt, és erőik arra készülnek, hogy behatoljanak magába a településre. Ukrán források viszont azt állították, hogy sikerült visszaverniük a támadást, és felvételeket tettek közzé a szétlőtt orosz támadóegységről. Úgy tűnik, hogy az orkoknak valóban nem sikerült kelet felől előre nyomulniuk, mert ezután délfelől kezdeményeztek támadást. Ukrán források arról számoltak be, hogy az orosz erők egy oszlop a Szolotke felől nyomult előre, és megtámadta a temetőt. A harci felvételeken az látható, hogy ukrán harcosok az oroszokat az árkokban támadják, ami arra utal, hogy az orosz támadás sikeres volt. Az ukrán forrásokból származó legfrissebb hírek szerint az ukrán légideszant erők ellentámadást hajtottak végre, és visszaszerezték az ellenőrzést a térség felett. Egyelőre nincs vizuális megerősítés a sikerről, azonban nem valószínűtlen. Annak érdekében, hogy meggyengítsék az orosz támadó képességeket, és csökkentsék az orosz erők esélyét a település déli részébe való behatolásra, az ukránok fokozták ellentámadásaik mértékét. A 72. gépesített dandár ukrán harcosai bemutatták, hogyan találtak rá, és semmisítettek meg egy orosz piont, azaz magyarul bazsarózsa önjáró löveget. Ugyanezen a napon egy gvozdika, azaz szegfő elnevezésű önjáró löveget is felderítettek és megsemmisítettek. A térségben ekképp meggyengített tüzérségi támogatás nem teszi lehetővé az oroszok számára azt, hogy az eddigi mértékben elnyomják az ukrán tüzet és meggyengítsék az ukrán védelmet, ami így kockázatosabbá teszi az orosz támadásokat. Összefoglalva a helyzet ebben a régióban igen nehéz. Annak ellenére, hogy az oroszok elérték a falu szélét, az ukrán védelem összeomlásáról szóló állítások elhamarkodottnak tűnnek. Az ukránok sikeresen visszaverték az orosz támadásokat kelet felől, és éjszakon is útját állták a támadóknak. A helyzet várhatóan továbbra is súlyos marad, de amennyiben a 79. légideszantandár ukrán harcosainak valóban sikerült egy eredményes ellentámadást végrehajtani délen, akkor a védelmi pozíciók megtartása sokkal könnyebbé válna. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.